A szomszéd fűje mindig zöldebb. Ezt a szlogent már jól ismerhetik a nyíregyháziak, a Nyír VV ugyanis évek óta minden tavasszal meghirdeti ezt az akcióját. Az erre jelentkező lakosság részére 1 köbméter komposztos termőföld keveréket és 1 kg fűmagot biztosít a társaság ingyenesen. Ezzel az adott ingatlan előtti közterületet lehet szépíteni, zöldíteni. Idén több mint 150 kérelem érkezett be a társasághoz. A kolléganők minden egyes helyszínt végignéznek, és ahol jogosnak tartják az igényt, ott értesítjük a pályázatot beadót, hogy jogosnak találtuk az igényét, és átveheti a földet és a fűmagot társaságunk telephelyén. Hogy ezeket a lehető legjobban tudják felhasználni a városlakók, egy fűvesítési kisokost tett közzé a társaság a közösségi oldalán. Ez olyan tippeket is tartalmaz például, mint hogy a füvesítésre a 10 Celsius fokos talaj a legoptimálisabb, hogyan kell előkészíteni a talajt, mennyi fűmagot érdemes ültetni egy négyzetméterre, vagy hogy mikor érdemes elvégezni az első fűnyírást. Nyíregyházán nem csak a lakók, de a Nyír VV munkatársai is hozzájárulnak ahhoz, hogy minél zöldebb és élhetőbb legyen a megyeszékhely. A mi kezelésünkben belterületen közel 2 millió négyzetméter zöld fölött található, illetve külterületen szintén egy ekkora mennyiséget kell minden évben kezelnünk és gondoznunk. Az idei évben már április hónapban elkezdtük a fűnyírásos feladataink elvégzését, idén alvállalkozó bevonását is igénybe fogjuk venni. Ezeket a munkálatokat ősz végéig folyamatosan végzik a társaság szakemberei. A nagy terület miatt viszont a lakosság türelmét kérik.